Felújításra szorul a város és sportcsarnok több része is. Önkormányzati pénzből és TAO támogatásból végzik el a csarnok, az öltözők és a kültéri homokos pálya munkálatait. 407-en jelentkeztek a budaörsi óvodákba, elsősorban a lakcím és a munkahely alapján veszik fel a gyerekeket. És nyílt nap volt a Leopold Mozart zeneiskolában, a diákok megismerkedhettek a különféle ütős, fúvós és húros hangszerekkel. Kezdődik a Városi Magazin. A stúdióban Kálai Lajos. Jó estét kívánok! Ugyan még nagyon fiatalnak számít, de már felújításra szorul a város és sportcsarnok több része is. Így a csarnok, az öltözők és a kültéri homokos pálya. Ehhez az önkormányzat több mint 25 millió forintot. A Magyar Kézilabda Szövetség közel 30 millió forint TAO támogatási keretet adott, amihez az itt működő kézilabda csapat még várja a további céges felajánlásokat is. A csarnokot nem csak a kézilabdások, hanem az iskolások és a többi szakosztály is használja, valamint kulturális rendezvényeknek is helyet szokott adni, így a felújítással sokan nyernek, ha összejön. Talán a legtöbb igénybevétel az öltözők kapják. Itt az elmúlt 8-9 évben a délelőtt az iskolák, délután mi, futszálosok, karatésok, pingpongosok is használják ezeket a helyeket. Ugye most már látható, hogy megérett gyakorlatilag egy teljes felújításra. Cserélnünk kell a tetőszerkezetet az öltözőkbe. Ezeknek vandálbiztosnak kell lenni, ne tudják leszedni, ne tudjanak átmászni egyik öltözőből a másikba az emberek. Emellett maguk az öltöző padok és a fogasok is most már cserére szorulnak. Sok helyen van letörve, elhasználódva, eltörve, valamint annó a falaknak csak egy alap burkolása történt meg, úgyhogy ennek a pályázatnak a keretében lehetőségünk van ezeket teljesen mennyezetig beburkolni és egységessé tenni minden öltözőbe. Emellett ugye a vizes blokkok is most már felújításra szorulnak, van ahol hiányoznak is, itt is ugye tetőszerkezet hiányzik néhol, néhol maga a csempeburkolat sincs meg, illetve itt a melegvízes rendszert is fel kell újítanunk és bővítenünk kell a kapacitását. Jelenleg előfordul már, hogy nem mindenki tud egyszerre letusolni, várni kell egymásra, a háromból van, ahol sajnos már csak egy működik, de úgy gondolom, ez természetes így 8-9 év távlatából. Ha minden jól megy, akkor most sikerül mindent úgy megcsinálnunk, hogy ez a következő években, évtizedekben is egy első osztályú csarnok legyen, és tudja használni az egész város, és velük együtt mi is. Úgy tűnik, hogy a Városi Sportcsarnok 2011-es átadása óta eltelt 8 év alatt az intézmény kiszolgáló helyiségeinek, egyes épület elemeinek a jelentős része igen nehezen bírta a fokozott igénybevételt. Megérett a rendbetételre. Ezért is döntött úgy a város képviselő testülete, hogy a felújításhoz szükséges önrészt, 25 millió forintot biztosítanak a projekt elindításához, a fennmaradó forrásokat pedig a budaörsi kézilabda nonprofit Kft. Teremti elő a szövetség segítségével TAO támogatásból. 2018-ban kaptunk lehetőséget a Magyar Kézilabda Szövetségtől, hogy magát a csarnokot kicsit ráncfelvarjuk. Ebben benne van többek között a tetőnek a cseréje, a kupoláknak a cseréje. Lehetőségünk van a melegvizes rendszernek a felújítására. Itt kapacitást kell bővítenünk, biztosítanunk kell, hogyha egyszerre itt van 200-300 gyerek, akkor mindenki le tudjon még melegvízben tusolni. Emellett felújítjuk az öltözőket, itt a padokat, az álmenyezetet, a falnak a burkolatát is meg tudjuk most jó eséllyel csinálni. Valószínűleg gyakorlatilag a teljes csarnoknak a műgyanta burkolatát is most már fel kell újítani, illetve cserélni kell. Elhasználódott az elmúlt 8-9 évben és a rengeteg rendezvényben. A csarnokot itt rajtunk kívül használják az iskolák, vannak különböző koncertek. Próbáljuk most azt a várossal együtt elérni, hogy ezek továbbra is kompatibilisek legyenek minden rendezvénnyel. Mi a Magyar Kézilabda Szövetségtől kaptunk egy közel 30 millió forintos keretet a felújításra, és az ehhez szükséges további támogatást és önerőt pedig az önkormányzat biztosítja számunkra, ez pedig több mint 25 millió forint. A felsoroltakon kívül ebből az összegből újulhat meg a tetőszerkezet is. Itt a beépített kétrétegű kupola motoros nyitását kell kialakítani a jelenlegi úgynevezett robbanó töltetes rendszer helyett. Ezzel együtt a sérült kupolákat is cserélni kell. A csarnok területén található faburkolatok nagy része is cserére vagy felújításra szorul, és a kapuk mögött található hálók is tönkrementek már. A szükséges munkák közül az egyik legnagyobb és legköltségesebb elem kétségtelenül a műgyanta burkolat teljes felújítása.
Emellett a használati melegvízrendszer kapacitás bővítése és a vizes blokkok teljes felújítása emésznék fel jelentős forrásokat a projekten belül. Sajnos az álmennyezet már nagyon elhasználódott és több helyen hiányoznak is belőle most már alkotóelemek. Azért fontos, hogy ez továbbra is vandálbiztos legyen. Egyrészt itt azért komoly mérkőzéseket játszanak futszában is, kézilabdában is, utánpótlásban, kosárlabdában is, szoktak röplabdában is. Fontos, hogyha véletlenül a vesztes csapat idegesebb a mérkőzés végén, akkor se tudjon kárt tenni az épületben. Másrészt pedig ez az egy rendszer az, ami biztosítja, hogy az öltözők közt ne lehessen átjárni. Most jelenleg ez azért szorul cserére és pótlásra, hogy ebből az öltözőből, hogyha be van zárva, ne tudjanak átmenni egy másik zárt öltözőben, esetleg a felső részeken. A belső felújítás mellett ezen a nyáron szeretnék a külső homokos pályákat is felújítatni a Kézilabda Kft. Munkatársai. Ehhez 9 millió forintos támogatást adott a város. A kinti homokos pályát egy EBT kézilabda versenyre építette annó az önkormányzat teljesen önerőből. Az elmúlt években ezt közösen használjuk a focistákkal, illetve amikor lehetőségük van rá, akkor a röplabdások is tudnak itt versenyt rendezni. Most eljutottunk odáig, hogy egyrészt mind a három pálya felújításra szorul. Sajnos a homok, nyilván mivel szabadtéren van, ki van téve az időjárás viszontagságainak, elhord belőle a szél, az eső. Most már odáig jutottunk el, hogy nem mindenhol van meg az a mélysége a homoknak, amiben sportolni tudnak a gyerekeink. Van, ahol már kilátszik az alsó tartószerkezet. Egy teljes homokcserét kell megvalósítanunk, emellett le kell cserélnünk a gumiburkolatot, ami ugye azt biztosítja, hogy ez a homok ne szivárogjon el, hogy ne mossa el a víz és az eső. Valamint megcsináljuk körbe a kerítését a pályának, ami egyrészt biztosítja azt, hogy a labdák ne repüljenek el egyik-másik irányban, főleg mondjuk egy strandfoci edzésen, valamint azt is, hogy ez zárható legyen, és semmilyen kár ne tevődjön benne. Ugye itt egyszerre három strandkézilabda pályát tudunk felállítani, emellett elfér rajta egy szabvány strandfoci pálya, elfér rajta két-három strandröplabda pálya, folyamatosan együtt használjuk, és ismét csak az önkormányzat támogatásával, de most pályázati erőt is próbálunk ezt szerezni, abból szeretnénk felújítani, hogy ez így is maradjon. A közel 30 millió forintos beruházást nyáron szeretnék elvégezni. A nyári szezont a munkák nem veszélyeztetik, hiszen júliusban nagyjából egy hét alatt elvégezhetőek, ha a források a rendelkezésükre állnak. Óvodánkról lesz szó a következő szűk negyed órában. Itt van Szél Mónika, a polgármesteri hivatal köznevelési és közművelődési osztályának munkatársa. Kezdjük, jó estét kívánok. Én azt gondolom, hogy olyanokról beszélgetünk, ami azoknak is érdekes lesz, akiknek éppen nincs óvodáskorú gyermekük. Az apropó az, hogy véget értek az óvodai beiratkozások. Tudjuk most már, hogy hányan kérték a felvételüket budaörsi óvodába. Nagyjából annyian, mint amennyire számoltak? Hát ez minden évben változik. Gyakorlatilag most idén szám szerint pont ugyanannyi, mint tavaly, tehát 407-en jelentkeztek óvodába, a budaörsi óvodába. Van valami különlegesség? Tehát van kedvelt óvi, ahová sokkal többen jelentkeztek, mint ahány gyerek befér? Minden évben. De minden évben? Nem, minden évben és minden évben más óvinál. Gyakorlatilag a bölcsödében, játszótéren a szülők így megbeszélik, mindig van egy kedvenc óvónéni, aki éppen kis csoportot vállal, és vagy kis csoportban indul, és minden évben van valamelyik kedvenc. Ugye az óvodák is alapvetően körzetes óvodák, tehát elméletileg azt mondja a törvény, hogy a körzetes óvéba kötelező felvenni a gyereket. És ha többen laknak a körzetben, mint ahány ott a férőhely? Hát, olyan is van. A szabad óvoda választás miatt azért nagyon nagy a mozgás az óvodák között. Nagyon kevés gyerek van az, aki nem abba az óvodába kerül, ahová jelentkeztek, de mindig minden egyes alkalommal a szülőkkel ezt személyesen megbeszélik az óvodavezetők, hogyha nincs férőhely. Úgyhogy mindenki abba az óvodába kerül, amit szeretne. Ugye most azokról beszélünk, akik budaörsi lakcímmel rendelkeznek, tehát akik itt laknak, vagy albérletben laknak, de be vannak jelentve. Mi van azokkal, akik csak itt dolgoznak, mert a törvény szerint azokat is fel lehet, vagy fel kell venni, akik itt dolgoznak Budaörsön, de nem itt laknak? Igen, föl. Hát furcsán fogalmaz a törvény, mert a körzetet, a kötelező felvételnél ugye a körzetes óvodás, illetve tehát a budaörsi lakcímmel rendelkező, illetve munkahelyen rendelkező. Ezt egy sorban említi, viszont a körzetesnél nincs munkahely körzet, tehát hogy nem a munkahely számít körzetnek. Mi a lakcímet szoktuk előre venni, hogy akkor a körzetes gyerek, lakcím szerint körzetes gyerekeket veszük fel először, munkahely alapján viszont budaörsi ellátottság van, tehát hogy ha nem tudjuk abba az óvodába, mert akkor a túljelentkezés, ahová jelentkezett,
felvenni a gyermeket, akkor megpróbáljuk a munkahely közelébe az óvodák, valamelyik óvodába felvenni, ott is mindig személyes megbeszélés van, vagy telefonon, tehát hogy megbeszélik a szülőkkel, hogy most ebben nincs lehetőség ebbe az óvodába felvenni a gyermeket, viszont hol van lehetőség, és egy vagy két helyet mindig ajánlunk, tehát választási lehetőségük van. Régen az volt a jellemző Budaörse, hogy alapvetően volt annyi óvodai férőhely, mint ahány óvodás, csak nem ott, mint ahol élnek. Tehát mondjuk az óvárosban, vagy a Budapesthez közelebb eső részen sokkal több volt a férőhely, mint ahány gyermeket odajárattak, de mondjuk a lakótelepen, vagy a törökugratói részen, ott pedig nem volt férőhely, hiába van ugye itt is jó néhány óvoda. Most ez kiegyenlítődött, egyedül a Kamaraerdei városrészen szokott lenni probléma, idén ott sincs, tavaly se volt, három évvel ezelőtt volt egy ugrás, amikor nagyon sokan építkeztek. Most is egyébként jellemző a Kamaraerdei körzetre, hogy nagyon sok az építkező építési engedéllyel, vagy vásárlás adásvételi szerződéssel rendelkező család, akik ugye szeptembertől már itt fognak élni életvitelszerűen, és a gyerekeket nyilván itt is úgy tekintettük, mintha körzetes gyerekek lennének. Uh-huh. És így ilyenkor nagyon érdekes, hogy akik beköltöznek, azoknak általában kisgyerekük van, de hát a gyerek felnő, ha most bővítik az óvodai kapacitást, lehet, hogy mondjuk 5-8 év múlva már a felére sem lesz szükség. Bővítik egyébként az óvodai kapacitásokat, tehát nagyjából megfelelő. Tavaly is el tudtuk látni még az őszi gyerekeket is, tehát fel tudtuk venni. Egy-két januári-februári jelentkezésünk volt, főleg testvér gyermekek, alapvetően náluk, mivel ők ismerik az óvodát, az óvónénit, ezért meg szoktuk engedni, vagy van lehetőség rá. Pedagógiailag nem szoktuk ezt ajánlani, hogy fél évkor becsatlakozzon egy nagyon pici gyerek, egy már összeszokott csoportban, mert nincs lehetőség arra a beszoktatásra, mint szeptemberben. Nagyon nehéz beilleszkednie, tehát hogy gyakorlatilag csak a testvéreket szoktuk így preferálni a felvételnél. Ha már a különlegességekről beszélünk, van ugye Budaörsen egy óvoda, ami körzeten kívüli óvoda, ez a Német Nemzetiségi Óvoda a Lévai utcában, az továbbra is nagyon népszerű? Igen, tehát hogy azért választják, és sokan munkahely alapján is, tehát hogy akkor oda jelentkeznek a nemzetiségi óvodába, de igen, az egyetlen óvodánk, ahol nemzet, tehát hogy ahol 8-tól 4-ig nemzetiségi nevelés folyik a minden csoportban. Másik ilyen különlegesség a magánovik, vagy munkahelyi ovik rendszere. Ugye úgy változott az utóbbi években a törvény, hogy most már kötelező óvodába járatni a gyereket 3 éves kortól, de a jegyző adhat felmentést, ha, és akkor erről majd beszélünk, de nem kötelező a körzetes oviba járatni, lehet magánintézménybe is. Vannak ilyen magánintézmények? Mert hogy most már családi óvoda, vagy régen úgy nevezték, hogy családi napközi, már nem lehet, az már csak családi bölcsöde lehet. Munkahelyi óvoda nincsen. Magánintézmény van Budaörsön, magánóvoda, 2 is. Az ottani felvételekről nincs információnk, hogy kik jelentkeznek oda, hány fő, meg milyen a kapacitásuk, de van most már Budaörsön is magánóvoda. Akkor ezek az óvodákkal nincs semmilyen kapcsolata az önkormányzatnak? Az egyik óvoda az iskola előkészítő csoportot is működtet, és velük azzal van, tehát csak az iskola előkészítő csoporttal van kapcsolatunk. A másik óvodában nem, nincs. Mindig vannak speciális nevelést igénylő gyerekek, akik fogyatékkal élnek, akiknek nevelés problémáik vannak, akik kicsikét nehezebben illeszkednek be a közösségbe. Ezeket tudják kezelni az óvodák? Nagyon sok sajátos nevelési igényű gyermeket tudunk ellátni. Vannak, főleg az autizmus az, aminek nagyon széles a spektruma. Van olyan autista gyermek, akit el tudunk látni Budaörsi óvodában, viszont van, akit nem. A Beszélvelem Alapítványi óvoda, ami Nagy Tétényben és Érdem működik egy tagintézménnyel, még mindig nagyon népszerű, és most újult erővel ismét ők is egy lendületet kaptak, és pedagógiailag eszközre fejlesztik magukat, tehát hogy így oda szoktuk a gyermekeket irányítani, illetve 11. kerületben vannak óvodák, ahol el tudnak autista gyermekeket látni. Hát ott sorban állás van, tehát ott várólista van, de ha időben jelentkezik a szülő, akkor felveszik őket. Minden esetben segítünk, tehát hogy
Világos. Az előbb már beszéltünk arról, hogy ugye 3 éves kortól kötelező az ovi, de ha a szülő szeretné otthon tartani, mert mondjuk az anyuka egyébként is otthon van, vagy mert úgy érzik jónak, akkor a jegyzőtől kérhet felmentést. Sokan kérnek? Nem. Egyre kevesebben. Védőnői javaslat kell hozzá minden egyes alkalommal, és egyre kevesebben. Tehát, hogy évekkel ezelőtt sokkal többen azért volt egy ilyen 20 fő, aki kérte, most 1-2, nem sokan szokták. Főleg azok, akik mondjuk 3-4 hónapra nem tudják, hogy elmennek külföldre, ők kérik a felmentést, vagy úgy alakul, vagy pedagógus anyuka, óvónő anyuka és a kis testvérrel otthon van, és akkor ő kéri a felmentést, nem nagyon jellemző. Tehát alapvetően járatják óviba a gyereket, igen. Másik nagy kérdés, hogy ha már járatják, akkor van-e megfelelő számú és képzettségű óvónő, mert hogy az országban arról hallani, hogy nagyon kevés óvónő van. Itt Budaörsön tudjuk, hogy többet keresnek az óvónők, mint az országos átlag, tehát kapnak egy kiegészítést, jobbak a feltételek. Ez vonzza annyira az óvónőket, hogy akkor itt nincs óvónő hiány, vagy óvóbácsi hiány? Van egyébként óvóbácsi Budaörsön? Van. És hát nem annyira. Kikerülnek a főiskoláról, tehát a fiatalok kikerülnek a főiskoláról, és nem tudják megfizetni az albérletet, nem tudják fenntartani magukat egy kezdő óvónői vagy óvodapedagógusi bérből, és ez okozza a legnagyobb problémát, tehát a megélhetés. Eljönnének nagyon szívesen, gyakorlaton itt vannak, van egy megállapodásunk az ELTE óvónőképzőkarával, és gyakorlaton nagyon sokan vannak Budaörsön, vagy itt töltik a gyakorlati idejüket, szeretnének utána itt maradni, mert nagyon vonzóak az óvodáink, igen, a feltételek, tehát hogy a körülmények biztosítása, a munkafeltételek nagyon kedvezőek, és de nem tudnak megélni. Tehát nem tudnak egy budapesti vagy egy budaörsi albérletet vagy környékbeli albérletet finanszírozni, úgyhogy még megéljenek mellette, és így visszamennek vidékre az óvónők. És azok, akik Budaörsön laknak, hát hivatalosan is ugye nagyjából 30 000-en élnek Budaörsön, azok között nincsenek olyanok, akik óvónők szeretnének lenni, és elvégzik az iskolát, és aztán itt Budaörsön szeretnének óvónősködni? Nagyon kevés. Tehát azt pont beszéltünk az ELTE óvónőképzőkaráról egy vezető hölgyel, aki elmondta, hogy gyakorlatilag nincs budapesti és környékbeli óvónő, aki oda jár az óvónőképzőkarra, még mindig a vidékiek választják ezt a szakot, még mindig ők szeretnének óvónők lenni a család miatt, hogy később ugye, hogy anyukák lesznek, hogy nem. Tehát, hogy a budapesti, illetve a környékbeli fiatalok másfele. Most hány üres óvónői állás van, és hogy tudják ezt megoldani? Hát sok. Sok. Évközben is, most már az jellemző, hogy évközben is változik. Jönnek, mennek az óvónők, tehát azért régen nem volt ilyen. Tehát régen is stabil. A gyerekek szempontjából az nagyon rossz. Igen. Tehát, hogy minden hónap elején, és most erre nem készültem, de hogy minden hónap elején ugye bekérjük az üres álláshelyeket, és ebből látjuk, hogy olyan változások vannak, hogy egyik hónapban egyszer csak 2 óvónő jön, aztán a következő hónapban elmegy, nyugdíjba elmegy évközben, tehát ez se volt régen jellemző, megvárták mindig a nevelés év végét. Sok óvónő van, most megpróbáljuk pedagógiai asszisztensekkel megoldani, tehát, hogy délelőtt a csoportokban mindig képzett óvónő van, vagy óvodapedagógus, most már ezt mondom, és a délutáni foglalkozásokat vagy a pedagógiai asszisztensek tartják, illetve vannak ott a gyerekekkel. Egyelőre nem tudunk mást. Nagyon sok óvodában van, tehát, hogy 4-5 óvodában, ahol megbízási szerződéssel nyugdíjas óvónőt alkalmazunk. Nyilván ott megbeszélés, hogy melyik órákat, vagy mikor tartja a foglalkozásokat, de még ez is jellemző, hogy megbízási szerződéssel nyugdíjas pedagógus. Ez érdekes, mert én ugye a szocializmusban jártam óvodába, de én még emlékszem az óvónénimre. Hát lehet, hogy a mai gyerekek nem fognak emlékezni. Hát nem biztos. Vannak-e tervek? Mert gondolom felmerülnek olyan elképzelések, igények, hogy legyen mondjuk angol nyelvű óvi, vagy valamilyen idegen nyelvű óvi a német nemzetiségi óvi mellett, legyen sportovoda, vannak-e ilyen elképzelések, kérések, vannak-e tervek? Szakos óvoda nem lesz,
nem is szeretnénk, tehát hogy a nemzetiségén kívül, mert nincs rá olyan annyi jelentkező. Minden óvodában megvan, hogy a sport minden óvodában van, tehát a judó, a foci, mindenféle foglalkozások, tehát ezt a délutáni időszakban biztosítják, illetve vannak olyan óvodáink, ahol nyelvóra is van, de ez mind-mind a óvodai programon kívül, tehát 4 óra után, vagy 3-4 óra után, tehát ahogy be tudják illeszteni az óvodai programba, vannak külön órák már az óvodában. És vannak-e nagy tervek, vagy most akkor éppen elég feladat az, hogy találjanak elegendő óvónőt, hogy éppen, hát most éppen óvónő. A lyukokat betörjék? Hát most éppen tehát óvodásunk van elég, azt gondolom, hogy nagyon jó óvodai létszám, nagyon jó létszámú csoportok indulnak, tehát ez a 25-27 fős csoportok, ami egy kellemes, tehát nem a 32-34 fős csoport nem lehet, tehát meg 30 fős csoporttal nem lehet dolgozni. Azt gondolom, hogy elértük az óvodai fejlesztésekkel azt, hogy normális létszámú csoportjaink vannak, és stabilan, tehát hogy kiegyensúlyozott óvodák, és az óvónők, óvodavezetők is ezt úgy érzik, hogy akkor ez az állapot, ez most így jó. Az óvodapedagógus hiány az, amivel most így foglalkoznunk kell, és próbálják megoldani a megoldhatatlan. Igen. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én köszönöm szépen. Mindjárt a zeneiskola nyílt napjával folytatjuk, de előbb még arról, hogy veszélyes és e-hulladékgyűjtés lesz a hétvégén. A költségeket az önkormányzat állja, annak ellenére, hogy nem lenne feladata, de mivel senki más nem teszi meg, vagyis a Kuka Holding és megbízásából az ETH nem szervezi meg, állják a cehet ők. Szombaton lehet leadni reggel 8 és délután 4 óra között például a már nem használatos akkumulátorokat, ragasztókat, permetezőszereket, használt izzókat, fagyállót, étolajat és festékmaradványokat, meghígítót. De várják az e-hulladékot is, vagyis régi tévéket, számítógépeket és hifi berendezéseket. A gyűjtés az Ifjúság utcai parkolóban lesz holnap, vagyis szombaton reggel 8 és délután 4 óra között. Most pedig a zeneiskola nyílt napja, ezen azok a gyerekek ismerkedhettek a sulival, akik fontolgatják, hogy kérjék a felvételüket az intézménybe, ahol délutánonként folyik az oktatás, vagyis délelőtt a saját iskolájukba járnak, délután pedig a zenesuliba. Felvételi vizsga nincs, de meghallgatást tartanak majd június elején. Sokan voltak kíváncsiak a Leopold Mozart zeneiskola nyílt napjára. Volt olyan, aki határozott elképzeléssel érkezett, és előre tudta, milyen hangszerrel is szeretne majd később foglalkozni, és olyan is volt, aki kicsit bizonytalanul kereste a neki megfelelő instrumentumot. Ilyen kis kalapács, akit be lehet, nézd csak, kukkantani, hogy ott megütik a hort, látod? Ez ilyen. Megpróbálod te is? Igen. Tetszett az zongora? Igen. És melyik része volt, a belső vagy a külső része, mi tetszett neked itt, amikor megmutatták? A külső. Szeretnél a zongorázni? Még nem tudom. Lehetőség a nyílt nap arra, hogy szülők és diákok belátogathassanak a zeneiskolába, és elsősorban, hogy egy benyomást kapjanak az épületről, az itt folyó munkáról, a tanárokról, a hangulatról. Tehát elsősorban ez a cél. Nagyon széles a paletta, vonós hangszerek, fúvós hangszerek, zongora természetesen, gitár, ütőhangszerek. Úgyhogy nagy szeretettel várunk mindenkit minden hangszercsoportra. Június elején lesz.
lesz a felvételi meghallgatásunk, ahol szaktanáraink várják a gyerekeket 3 napon keresztül, június 3-ától 5-ig, és ott már a gyerekek konkrét hangszere jelentkeznek. A zenei előképző az sajnos, nem sajnos, az tulajdonképpen egy velejárója a zeneiskolai tanulmányoknak, tehát aki hangszere jár, automatikusan szolfézsra, illetve később kamarazenére, zenekarra jár. A látogatók természetesen amellett, hogy kipróbálhatták az egyes hangszereket, be is pillanthattak egy-egy órára, így láthatták azt, hogy hogyan és mit tanulhatnak majd meg, ha az adott hangszert választják. A gitár mellett talán az ütős hangszerek voltak a legnépszerűbbek, szívesen próbálgatták a xilofont és a dobot is a gyerekek. Most akkor azt szeretném kérni, akkor 2 ujj apró, jó? Tehát ezzel engedjük el, jó? És akkor... Mindenképp hangszert szeretnénk tanulni, de hogy melyik, az még nem döntöttük el. Ezért most ugye az összeset megnézzük. És mennyire ő dönt, illetve mennyire szólnak bele? Meghallgatjuk ugye az ő véleményét is, meg hát amelyik jobban megy neki. És volt már olyan, ami szimpatikusnak találtatott? Hát igazából mindegyik, mert szeretjük nagyon a zenét, és otthon is van szintetizátorunk, meg furujánk, úgyhogy... Tehát akkor jövőre biztos, hogy kezd. Igen, igen, az biztos. Találkoztam a gitárral, a hegedűvel, és most vagyok a dobnál. És egyébként melyik tetszett ezek közül idáig? Hát legjobban a hegedű, meg a dob. És melyikben mi volt a szimpatikus, és hát tudsz-e dönteni, hogy mit szeretnél tanulni? Hát még nem annyira. Szerencsére most még nem is kell a gyerekeknek választaniuk. Ha kipróbáltak mindent és a zenetanulás mellett döntenek, június elején lesz egy kis felvételi az iskolában. Ezt követően először zenei előkészítő várja majd az ifjú muzsikusokat, és csak ezt követően indulhat el a kiválasztott hangszerrel a valódi tanulás. Egri János egykori televíziós vetélkedő műsorvezető lesz nem sokára Bétót László vendége itt a Budaörsi Városi Televízióban, de még előtte megmutatjuk a hétvégi budaörsi program kínálatot. Tavaszi illatos párnák készítésére invitálják a családokat a Régészeti Múzeum szombati játszóházába 10 és 13 óra között. Mozaik mandala workshop lesz a Kamaraerdei Közösségi Házban, szintén szombaton 14 órától. A részvétel regisztrációhoz kötött, a jelentkezéseket a hviki77@gmail.com e-mail címre küldhetik. És henna festő workshopon is részt vehetnek Kamaraerdőn szombaton 3 órától. Erre a Kamaraerdei Közösségi Ház @gmail.com e-mail címen tudnak regisztrálni. A Mindszenty iskola 25 éves jubileumát ünneplő bálya kap helyet a városi sportcsarnokban, szombaton 17 órától éjfélig. A program része az ünnepi műsor, vacsora, táncos mulatság és tombola sorsolás. A Lilionfi című előadást játssza a Budaörsi Latinovics Színház szombaton 14 órától. Szalsza est lesz az ifjúsági klubban szombaton este 6 órától. A fergeteges hangulatról a Carmen Dance csoport gondoskodik. És végül, de nem utolsó sorban, hangbient előadás lesz a Posztárton szombaton este 20:30-tól. A másfél órás koncerten műfaji határokat átlépő improvizatív handpan, revdrám, fuvola, gitár és hegedű játék szól majd. Ha kérdésük vagy észrevételük van riportjainkkal, műsorainkkal kapcsolatban, akkor hívják a 611-522-es budaörsi telefonszámot, vagy írjanak nekünk a bvtv@bvtv.hu e-mail címre. És ne feledjék, a honlapunkon a bvtv.hu oldalon minden saját gyártású műsorunkat megtalálják, azokat bármikor megnézhetik. De a hétvégi ismétlésben is, amikor az összes eheti műsorunkat megismételjük, majd szombaton és vasárnap is reggel 6-kor és délután 5 órai kezdettel. Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, minden jót, viszontlátásra! Városi magazinnal legközelebb hétfőn 18 órakor jelentkezünk itt a Budaörsi Városi Televízióban.